És 10 körös futás, aki föl van mentve 10 fekvőtáv. Állítólag mindannyian fél ezreléknyi véralkohol hiánnyal születünk, legalábbis ezt állítja egy híres pszichiáter. Négy jó barát, tanáremberek kicsit mintha elveszítették volna ifjúi lelkesedésüket és lendületüket, erre alapozva kezd kísérletbe. A hatalmas sikerű dán film alapján készült színdarab nagy beleérzéssel és humorral szembesít bennünket azzal, milyen eufóriával és milyen fájdalmakkal jár, ha az ember megpróbálja elengedni a kontrollt. Erről beszélt stábunknak Király Attila, aki Martint a történelem tanát alakítja. A dán filmmel ellentétben, aminek van egy sajátos humora, de azért az nagyon skandináv humor, én azt hiszem, hogy a mi előadásunknak van egy eléggé jól érzékelhető, mondhatnám kézzel fogható humora, de aztán egyszer csak a darab kétharmadánál akkor be kell húznunk a kéziféket, mert hát, hogy ugye, amiről ez a történet szól, azért abban nagyon sok tragédia van. Tehát ugye a piálásról szól, de nem csak a piálásról, hanem szerintem leginkább életközépi válságban lévő férfiakról szól, és hogy ezt ki hogyan oldja meg, hogyan oldja fel a problémáit, erről szólunk mi. Megpróbálnak úgy élni, dolgozni és szórakozni, hogy ez a bizonyos fél ezrelék soha ne hiányozzon, de vajon ez a megoldás a régi kedv és vidámság visszaszerzésére? Epres Attila a tornatanár Tomi beszél szerepéről, aki egy magányos figura. Nem csak az a problémája, ami a többieknek, hogy az állásában is, a hivatásában is, benne az iskolában, meg a családjában is vannak problémák, emiatt az életközépi válság miatt, hanem ráadásul magányos figura. Ő a legidősebb egyébként, valószínűleg egy nyugdíjkorhatár közeli tornatanár. Teljesen kiábrándultnak tűnik, és nagyon úgy tűnik, hogy alkoholizmussal küzd. Tehát ő nem úgy megy bele ebbe a alkoholpróbába, ami a darab címe is, ugye többet nem kell erről elárulni. Nem úgy teszteli a piát, ahogy a többiek, hanem alkoholistaként részt vesz ebben a érdekes kísérletben, és hát talán az ő története az előadáson belül a legsúlyosabb, a legmegrázóbb. A Pécsi Nyári Színház Még egy kört mindenkinek című Thomas Winterberg és Tobias Lindholm regénye alapján készült nyáresti előadást az Orlai Produkció hozta Pécsre. A darabról bővebben a Pannon Televízió Pécsi Kör című magazin műsorában értesülhetnek nézőink. Meg akarom kérdezni.